Sziasztok! Üdvözlünk mindenkit a csatornán! Mostanában nem volt videó, mert nem is nagyon volt mit tenni-venni a kertben, de elérkezett a paradicsomoknak a beszedése, és ezt fogjuk megmutatni majd nektek, hogy mit kezdünk vele. Először is külön válogatjuk a zöld és piros vagy pirosodó paradicsomokat, illetve ki fogjuk szedni a növényeket innen is, meg a fóliából is. És aki követ minket Instagramon, az láthatta, hogy beszereztünk egy ilyen aprítógépet. És ezzel fogjuk leaprítani majd a növényeket. És oda-vissza fognak majd kerülni az ágyásba, mert a paradicsom azt szereti, hogyha mindig ugyanoda van ültetve, és nagyon szereti, hogyha saját magával van megtápozva a talaj. Úgyhogy most ez lesz a harci feladat. Illetve, hát amit még csináltunk, az az, hogy elkezdtük az ágyásokat bemulcsozni, betakargatni, és ezt még fogjuk majd folytatni szépen lassan. Na hát akkor tartsatok velünk! Készen is van, készítettük a paradicsomokat, illetve a támrendszerét. Peti elkezdte belehordani a komposztunkat, illetve elkezdte összeaprítani a már kiszedett paradicsomokat. És hát lett még paradicsom bőven. Szerintem ebből az adagból fogok lekvárt készíteni, ezeket pedig el fogjuk rakni, hogy majd még később beérjenek. És még van paradicsomunk, ugye itt bent a fóliában. Ez még egy jó nagy munka lesz kiszedni. Illetve még innen is fog valószínűleg jönni ki zöld paradicsom. Na de majd lehet, hogy ez legközelebb
Vagy még most nekiesünk, még nem tudom. Na, amíg Petit összedarabolta a paradicsomokat, addig én szedtem egy kis spenótot, ugyanis a héten lesz készítve spenótos lazanya, és hát nagyon megnőttek ezek a spenótok. Igazából azt látjuk, hogy sokkal jobban érzik magukat ebben a környezetben, és ebben a klímában, mint mondjuk tavasszal. Gyönyörű szép sötét színük van, és jó nagyra, és vastagra megnőttek. Tehát nem ilyen kis papírvékonyak, hanem rendes, masszív leveleket növesztettek. Ezekkel a záró képsorokkal fejezzük be a mai videónkat. Igazából tevékeny délutánunk volt. Nem kis munka volt ezt mind megszüntetni, ledarálni és visszahordani. Ez a mennyiségű paradicsomdarálék körülbelül a fele ágyásra lesz elég, a másik felére majd a fóliából fogjuk pótolni a zöld trágyát. A fólia kitakarítását a jövő héten fogjuk kivitelezni, mert nagyon eldurvult odabent a helyzet, ahogy láthattátok is. És akkor majd megmutatjuk, hogy hogyan sikerült befejezni ezt az ágyást. Innen fogjuk folytatni legközelebb. További szép napot nektek, jó munkát a kertben. Sziasztok!